Én nekem valahogy úgy alakult az elektronikus zenei karrierem, hogy a dán producerekkel és DJ-kkel nagyon jó viszonyt ápolok. Van egy dán menedzserem is, aki a külföldi ügyeimmel foglalkozik. És Snobzot, vagy Fábián Mazurt, vagy a Pack Burners-t tudnám említeni ebből a csapatból, akik mind a maguk módján komoly nevek egyébként. Ugye pont a Pack Burners és a menedzsmentem vetette fel, hogy dolgozunk egy közös számon, ami azért is nagyon nagy megtiszteltetés nekem, mert ők nagyon nagy sztárok ebben a fajta zenében. Tehát aki évente kétszer turnézik az államokban, az Egyesült Államokban, az már egy komoly szintet ért el. Hogy másfél évvel ezelőtt készítettem nekik egy remixet, és az elég jól sikerült, és aztán így kezdtünk el közösen agyalni, és egy közös dalon dolgozni, aminek sok verziója van már készen, vagy félig készen. Egy dán énekes kezdett el egy nagyon jó ének témát kidolgozni rá, de azzal végül nem voltunk elégedettek. És az én ötletem nyomán úgy tűnik most, hogy Szenával is folytatjuk a munkát. Úgyhogy ő most egy nagyon mély, nagyon tartalmas, nagyon őszinte, komoly üzenettel teli dalt írt, vagy hát úgynevezett top line, tehát egy fő témát írt erre a közös kezdeményre, és pont tegnap mutatta meg a Michaelnek, úgyhogy nagyon remélem, hogy tetszik neki, és ki tudjuk dolgozni az egészet, és összejöhet ez a dal. Produceri szinten nagyon jó éveim voltak az elmúlt 2-3 évben. A külföldi DJ támogatás, DJ support az nagyon erős volt, de az utóbbi egy év az tagadhatatlanul a hazai közönségem erősítéséről szólt. A tavalyi EFOT himnusztól kezdve, az idei Sziget himnusz remixemen keresztül kifejezetten a hazai fesztivál közönséget próbáltam megcélozni, és hiszek abban, hogy ezt a modern elektronikus basszus orientált zenét lehet itthon is, akár pop szinten is művelni. Emiatt a fesztiválok nekem jelenleg a magyar fesztiválok a kiemelt közegem.